Zsúfolásig megtelt a Tamási Áron Művelődési Központ színházterme, sokan érdeklődtek a rendezvény iránt. Nagy taps fogadta a városba látogató minisztert és a térség kormánypárti képviselőjelöltjét. Fenyvesi Zoltán elmondta, április 8-a valamennyiünk életében fontos dátum. Sorsdöntő időpont előtt állunk, a rendszerváltozás utáni évtizedek legfontosabb választása következik. Azért mondom mindezt, mert arról fogunk dönteni április 8-án, hogy milyen jövője lesz gyermekeinknek, unokáinknak, illetve az ő gyermekeinknek és unokáinknak az elkövetkezendő évtizedekben. Ez egy sorsdöntő választás lesz, sorsdöntő döntés előtt állunk. Ezt követően kiemelte, hogy nagyon pozitív a kép a családtámogatás tekintetében, a kormány számos intézkedése segíti a lakosság megélhetését. Javult a gazdaság, tovább csökkent az államadóság, a munkahelyek száma pedig fokozatosan növekszik. Szólt még a képviselőjelölt a pályázati lehetőségekről is, kiemelve, hogy a kis települések is jelentősen tudtak fejlődni a 100%-os támogatásokkal. Szijjártó Péter miniszter elmondta, sok személyes emlék fűzi ehhez a térséghez. Elsőként aktuális helyzetképet adott az ENSZ globális migráció csomag tárgyalásával kapcsolatban. Minden ország szuverenitásának az a legfontosabb eleme, hogy a határait meg tudja védeni. Ha egy országtól elvitatják a saját határvédelmének jogát, akkor önállóságát kérdőjelezik meg. Az ENSZ-ben azt akarják elismertetni, és ebben sajnos az emberi jogi főbiztos előmet, azt akarják elismertetni, hogy a migráció az egy alapvető emberi jog. De ez nonsens. Ilyen egyrészt sehol nincsen a nemzetközi jogban, másrészt pedig ennek olyan biztonsági kockázatai lennének, amit szerintem nem képesek felmérni azok, akik a migráció kérdésével foglalkoznak, és ezt az álláspontot képviselik. Mert persze mindenkinek joga van ahhoz, hogy a saját hazájában békében, nyugalomban éljen. Ha ez nem lehetséges, akkor azt kell biztosítani, hogy az első békés, nyugodt helyen tudjon élni mindaddig, amíg a saját hazájában a konfliktus véget nem ér, hogy aztán minél előbb vissza tudjon térni oda. Ez az, amiről mi beszélünk. A segítséget kell odavinni, ahol a baj van, és nem a bajt kell odahozni, ahol egyébként nincsen baj. Tehát a migráció ösztönzése helyett annak megállítása, a határvédelem, a határsértések relativizálása és mentegetése helyett a határszigorú védelme. Ez a mi politikánk. A józanságnak és higgadtságnak napjainkban óriási szerepe van, mondta a miniszter. Mi azért tudunk versenyképesek lenni, mert a józan észre alapítjuk politikánkat. Ezért vagyunk gazdaságilag versenyképesek, és ezért vagyunk Európának egy biztonságos helye. És én arra kérem önöket, hogy önök is biztosanak minél több ember, hogy a józan eszükre hallgassanak, amikor április 8-án meghozzák a döntésüket. És itt ebben a körzetben, hogyha a bevándorlást ellenző politikus szeretnének parlamentbe küldeni, akkor Fenyvesi Zoltán barátomnak szavazzanak bizalmat, és tegyék lehetővé, hogy azt a bizonyos feladatlistát ennek az elkészítésére most újra inspirálta önöket, azt a feladatlistát egy majdan felálló bevándorlást ellenző kormány asztalára le tudja tenni, és ezt követően pedig össze tudjunk fogni és dolgozni tudjunk azért, hogy Tapolca, Nagyvázsony és környéke a szükséges fejlesztési forrásokat felhasználva újra komoly fejlesztésnek tudjon indulni. Arra kérem önöket, Fenyvesi Zoltán barátomat támogassák április 8-án, és minél több ember továbbjanak meg ennek fontosságáról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a lakossági fórumot követő sajtótájékoztatón a televíziónk által megfogalmazott kérdésre is válaszolt. Erről és a lakossági fórum részleteiről bővebben mai magazinunkban hallhatnak. Somebody's day.